illetve eddig nem jelentkeztek. Uh-huh. Tehát azok számára is megnyílik ez a lehetőség, uh-huh. aki ugye ebben a korábbi ciklusban nem nyert felvételt. Uh-huh. Esetleg közben gondolta meg magát, sikeresebb lett az érettségie, uh-huh. mint ahogyan uh-huh. tervezte. És hát ezeket a ponthatárokat, amelyek ugye az önköltséges formában viszonylag alacsonyak, teljesíteni tudja. Az alapképzésen 260 pont, felsőfokú szakképzésben pedig 220 pont. És ugye az intézménynek van még szabad kapacitása, tehát ezt a szabad kapacitást végül is így a pótfelvételi eljárásban úgymond fel tudjuk tölteni. Viszonylag nagy létszámok, akár 50-60 embert is tudunk bizonyos szakokon fogadni. Milyen újdonságok vannak, említetted, hogy most valamilyen plusz képzéseket kínáltok, ugye? Igen. Ugye a kar megpróbál sok-sok dolgot tenni azért, hogy vonzó legyen vidéki felsőoktatási intézményként a hallgatók számára. Ebben úgy igazán azt mondhatjuk, hogy három dolgot tudunk kiemelni. Az egyik a karon működő ösztöndíj programoknak a köre, és mellette ugye az önkormányzattal, a megyei, illetve a városi önkormányzattal kötött megállapodások, amelyek keretében képzési támogatásban részesülhetnek a zalaegerszeg és a Zala megyei diákok. A másik terület a kar folyamatosan bővíti képzési portfólióját, új szakirányokat, új specializációkkal jelenünk meg a piacon. Ezek között van a térségben egy meghatározó ágazat, az a logisztikai terület. Tehát a gazdálkodás menedzsment szakon logisztika specializációt hirdetünk a hallgatók számára. Pályázati forrásokból folyamatosan bővítjük a kar infrastruktúráját, ősztől 100%-os wifi letettséget fogunk tudni itt a hallgatók számára biztosítani, amely ugye a meglévő infrastruktúrának a további bővítése. És ami újdonság ebben a körben, hogy szintén képzési pályázatokból új képzéseket, felnőtt képzéseket akkreditáltatunk, és most a pótfelvételi eljárásban ezeket a felnőtt képzési programokat ingyenesen biztosítjuk a jelentkezők számára.